Magyaródra mindig szívesen jövünk, tehát nagyon jó a csarnok, nagyon jó az a háttér, amit itt biztosítanak részünkre. Most már többedik alkalommal van itt rendezve a magyar bajnokság. A magyar bajnokságoknak a színvonala és a résztvevők száma évről évre növekedik. Idén több mint 700 fő nevezett, tehát ez egy rekord. Minden szempontból megnőtt az érdeklődés. Ezt szeretnénk, hogyha tovább fokozódna majd a következő években. A magyar bajnokság nagyon komoly szerepet játszik abban, hogy eldöntsék a válogatott vezetői, hogy kik képviselik Magyarországot a felnőtt Európa-bajnokságon. Mai napon a kadettól a junioron át a 21-en keresztül egészen a felnőttig tart a mezőny. Összességében a holnapi nappal együtt, ahol a gyerekek is színre lépnek. Több mint 700 versenyző, közel 850 versenyszámba küzd a magyar bajnoki címekért. Ez a legmagasabb szintű magyar karate verseny. Itt vannak a top versenyzők, és mi is igyekszünk alá top szervezést tenni. A Magyar Karate Szakszövetség és a minisztérium is támogatta a versenyt. Köszönjük szépen Magyaródnak, hogy itt lehetünk, és a polgármesteri hivatalnak, személyesen a polgármester úrnak is, valamint egyéb támogatóinknak is köszönetet szeretnék mondani. Karate fegyelemre tanít. A karate olyan fegyelmezési pedagógiai eszköz, ami ma a gyerekek pedagógiai eszköztárából és az iskolák eszköztárából hiányzik. Sok olyan gyereknek tudja megtanítani a tisztességes, fegyelmezett sportolás és élethez elengedhetetlen módszereket, technikákat, amelyek más sportágokban is föllelhetők, de különösen egy küzdősportban a mindennapi edzéseken jelen van. Az utóbbi időben, tehát a tavalyi évet, meg az ideit is már beleszámítva, óriásit fejlődött a karate sportunk. Rengeteg érmet, meg versenyeket nyertek a fiatalok, és egy olyan klassz generáció jött föl, amelyik egyre jobban teljesít. Örülök neki, hogy egyáltalán támogathatom őket, mert már évek óta egyrészt ezt csinálom, és örülök, hogy fejlődik a dolog. És hát ilyen gyönyörű sportcsarnokban vagyunk itt, úgyhogy a magyar bajnokság ez magasabb színvonalú lett, mint ahogy eddig volt. Nagyon tetszik a verseny, nagyon izgalmas. A versenyzők felkészültsége évről évre egyre magasabb szintű, amit a karate az utóbbi időben elért eredményei nagyon jól tükröznek. Tényleg igazán örülünk annak, hogy ehhez, ha kis részben, de mi is hozzájárulhatunk. Tudomásul kell vennünk, és nekünk is meg kell teremteni itt a feltételet annak, hogy kellő színvonalú versenyeket tudjunk rendezni.
Melegít valaki?